Új nevelési év kezdődött a Brunswick Teréz napközi otthonos óvoda Sugárúti és Egredi tagintézményében is. Tavaly 137 fővel zárták az évet, közülük 37-en iskolába mentek el. Az újonnan beiratkozókkal együtt azonban a tavainál többen, összesen 143-an indultak neki az idei óvodai évnek. Összesen 6 csoport működik, 4 a Sugár utcai épületben, Egreden pedig az eddigi 3 helyett 2 indult szeptemberben. Mint az óvodavezetőtől megtudtuk, ideális 22 és 25 fő közötti csoportokkal dolgoznak. A beiratkozásokat nézve pedig újfajta tendencia is megfigyelhető. Érdekes jelenség, ez az utóbbi két és fél évben figyelhető meg, hogy nagyon sokan, eddig ugye azt mondták, hogy a magyar olyan nagy örökhöz kötött, most ez a nagyon nagy vándorlás megfigyelhető az elmúlt években, tehát Győr-Sopron megyéből, Nógrád megyéből, Békés megyéből is jöttek hozzánk gyermekek, és ez most különösen így felerősödött ez a tendencia, így aztán ilyen szépen kibővültünk most. 10 fő nem magyar állampolgárságú gyermek jár hozzánk, 3 járnak a Sugár utcai óvodába, és 7 pedig az Egredi óvodába. Az intézményvezető kiemelte még, a gyermekek felzárkóztató fejlesztése mellett fontos céljuk a kicsik erősségeire koncentrálva, a tavaly elkezdett tehetséggondozó program folytatása és kibővítése is. A napközbeni célzott tevékenységeken kívül délutánonként külön is foglalkozásokat tartanak a kiválasztott gyermekeknek. A szülőkkel karöltve felmérik az óvónők a kiemelkedő képességeket, a tehetséggondozó műhelyekben pedig ezeket a területeket ragadják meg. A gyermekeket vizuális, dráma, logikai és énekzene tehetségműhelyekbe sorolják be. Az egyes csoportok létszáma 5 és 10 fő között alakul.